B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Köszöntöm nézőinket! Kik azok a dúlák? Miért fontos az anyukáknak és az apukáknak, hogy ott legyenek a szülésnél, illetve hogyan fogadja őket a magyar egészségügy, jelesül a szülésznőgyógyászorvosok és a szülésznő. Erről beszélgetünk mai adásunkban, vendégem Békés Emőke dúla, a Békés dúlakör vezetője, Vasa László, hát én most azt mondom Laci nemes egyszerűséggel, hogy apuka, és Tervei Viktória anyuka, és ti egyébként házaspár vagytok, tehát az érem két oldalát fogjátok majd itt felvillantani. Emőke, mi már találkoztunk az életben, és én azt is tudom, hogy te egy nagyon szép hivatást választottál, amit legalább 20 éve űzöl, de most mégse veled kezdek, hanem ha már itt ül a körünkben egy apuka, akkor az még csak egy logikus és vélhetően viszonylag könnyen megválaszolható kérdés, bár ebbe se vagyok olyan biztos, hogy egy kismamának miért van szüksége a dúlára. Na de mit keres ebben a történetben egy édesapa? Szóval miért volt az neked fontos, hiszen ugye mindkét gyereketek dúla, vagyis Emőke segítségével jött a világra, hogy ő is benne legyen ebbe a történetben. Miért nem volt nektek elég a szülész meg a szülésznőgyógyász? Ez egy jó kérdés, így visszagondolva, de nyilván magam is az első gyerekünk érkezésekor találkoztam először. Nyilván hallottam már dúlákról korábban, de nem annyira volt konkrét elképzelésem, hogy pontosan mit csinál egy dúla. És a feleségem elég alapos típusú a felkészülésben, és nyilván a szülés során még alaposabban körültekintően. Tehát akkor a Viki ötlete volt, hogy jöjjön egy dúla. Hát, úgy hiszem, hogy azért ez általában az anyáknak az ötlete szokott lenni, de akár az enyém is lehetett volna, mert valójában egy nagyon nagy segítséget jelentett a szülés során. Egyébként tudom, hogy azt szokták mondani, hogy a lelki támogatásban természetesen, de ugye a dúláknak, és hát Emőkének pedig nyilván olyan hatalmas tapasztalata volt, nem csupán a lelki támogatásban is, hanem hogyan lehet különböző technikákkal mondjuk a vajúdó anyukát jobb állapotba hozni, akár fizikailag is. Tehát vannak olyan fogások, amiket a dúlák is tudnak, vagy inkább azt mondanám, nyilván egy szülésznő nem feltétlenül fogja masszírozni a kismamát. Aha. Viszont Emőke megmasszírozta. Igen, így volt. Tehát, hogy, és nyilván ennek volt egy hosszú felkészülési periódusa, és egy biztonságot jelentett nekem is, de hogy visszatérve a kérdésre, nyilván a feleségem úgy gondolta, hogy szükség lenne, vagy jó lenne, ha egy dúla is támogatna minket, és mivel a hosszú előkészítő szakaszban sokszor találkoztunk, tényleg egy igazán társként be tudott kapcsolódni ebbe a folyamatba, és az megnyugás volt nem csupán a feleségemnek, hanem nekem is, mert azért az apukák eléggé elvezettek ebben a szülés témában, ugye nagyon sokan nem is akarnak. Ben voltál a szülőszobán, te igen, is? Igen, én is, igen. Na most, ne haragudj már, hát ugye te ősz itt, tehát neked mondom, hogy ugye rengeteg filmet láttam, ami arról szólt, hogy ugye egy férfi ember egy náthába bele tud halni, tehát azért ti egy kicsit másképp álltok a fájdalmakhoz, mint a nők, és hogy a filmen elájult a szülőszobán, meg nem is az anyukával kellett törődni, hanem az apukával, mert hogy, és akkor szegény anyukának nem volt elég az, hogy neki világra kell hozni egy gyereket, még azért is aggódnia kellett, hogy mi lesz az ő férjével, veled ilyenek nem történtek. Nem, szerintem ez egyébként is ugyanolyan filmes túlzás, mint az, hogy minden szülési jelenet az ordibálós, tehát hogy bele akar halni az anyuka a szülésbe. Hát figyelj, lehet, hogy bele akar, csak nem ordít, tehát azért igen, ezt nem de lehet az tudni. Tehát hogy nem annyira drámai, legalábbis összesen két alkalommal, amikor, tehát hogy nem, azt akarom mondani, hogy nem úgy van azért minden, mint ahogy a filmekben szeretik hatásodászmódon bemutatni. Nem, majd erről azért Vigit is megkérdezem. Nem vagyok
nem vagyok ilyen szempontból érzékeny, tehát a vérre meg hasonló, tehát velem ez nem forult elő, de más apukát sem láttam, hogy kétségbeesve rohangáltak volna falra, falfehéren. Szerintem ez inkább egy ilyen legenda, de hát erről nem őket többet tud mondani. Igen, csak elegészíteném ki, és akkor itt egy picit már akkor tovább fűzöm a szót, hogy miért is jelent ez az apának is segítséget. Nagyon egyszerű fizikai támogatásra is gondolok, nem csak a lelkire, mert hogy az apák, ha elájulnak, akkor sokszor nem azért ájulnak el, mert olyan látvány van, ami számukra nehéz, hanem azért, mert egy vajudás természetéből adódóan, ha a beavatkozások vagy gyorsítások nélkül történik, akkor az sok óra is lehet, és ez érint néhány főétkezést. Tehát például egy dúla arra is figyel, ja, hogy az apa egyen, igyon, tehát az ő fizikai jólléte is fontos, hiszen ő érzelmileg bevonódik, és nem biztos, hogy gondol arra, hogy egyébként ebben az időszakban ő otthon éppen a reggelijét, vagy az ebédjét, vagy a vacsoráját. Az anyuka meg egyáltalán nem gondol arra, hát miközben a gyerekét megpróbálja a világra így hozni, így hogy van, ő most otthon éppen ebédelne, vagy vacsorázna. Tehát ez az egyik dolog, amitől az apák, ha rosszul vannak, akkor rosszul vannak. A másik, ami nagyon nehéz, az az, és ezt ugye a saját személyes élményemben megéltem, amikor az első gyermekem született, és még nagyon újszerű volt, hogy az apák bejöhettek a szülőszobára, hogy ott volt ugyan ő mellettem, viszont mi magunkra voltunk hagyva, és ezért a gyermekem édesapja tanácstalan volt, hogy amit lát, az rendben van-e vagy nincs, és nem volt kihez fordulni. Tehát nem effektíve és a látvány volt. És akkor nyilván ettől ő stresszes így volt, van, hogy így most van, jó így dolog van. Történik, vagy rossz dolog nem történik. Nem volt látványban semmi, hiszen én vajudtam, és bent voltam ebben a módosult tudatállapotban, és történt, aminek történnie kellett ebben a befelé fordulásban. Ő viszont tanácstalanul és izgatottan nézegetett balra-jobbra, nem találván segítőt, nem volt, akitől megkérdezhette volna azt, hogy rendben vannak-e a dolgok. Szóval az apáknak emiatt is lehet rosszul léte, hogy úgy mondjam, nem feltétlenül azért, mert nem tudom én, ott valami olyan rettenetes látványban lenne részük, ami... Na most szerintetek, hogyha én most kimennék az utcára, és megállítanék néhány embert, hogy ki az a dúla, akkor tudnának nekem válaszolni? Mit gondolsz nem őke? Aztán én azt remélem, hogy most már igen. Nekem ebben azért 22 év munkám van. Te optimista nő vagy. Igen. Meg nem csak nekem nyilvánvalóan, de hogy ugye elsők között voltam, akik Magyarországon ezt a szót elkezdték az orvosi vonalon is megismertetni, meg a szülőkkel, leendő szülőkkel. Most már érnek olyan meglepetések, hogyha valakivel találkozom, és azt gondolom, hogy ő egy témától távol eső életkorban, vagy akár nemben távol van a témától, és körülírom neki, hogy én egy olyan segítő vagyok, aki szülés körüli időszakban támogat párokat, akkor valahogy rám szólnak, vagy rákérdeznek, hogy dúla vagy. És akkor nagyon örülök, vagy. Igen, hogy már nem kell körülírni, de természetesen azért még mindig érdemes erről beszélni, illetve helyre tenni, mert nagyon sokszor van téves elképzelés. Egyrészt összekeverik a bábával, amit teljesen más a feladata, és mások a kompetencia határai. Másrésztről meg nagyon sok olyan előítélettel találkozom, ahol valamiféle ilyen füstölőt lengető javasasszony kategóriába helyezik. Kibontjuk, de megkérdezem Vikit, mert ő még rendben. Eddig hallgatott. Neked hogy jutott eszedbe, hogy neked nem elég a szülésznő, meg nem elég az orvos, neked kell egy dúla? Hát én az első várandóságom alatt láttam egy tévériportot a dúlákról, és igazából én akkor tudtam meg, hogy mi a dúla. Korábban ugye nem voltam járatos ebben a témában. Mondd el nekem egy pontot, hogy mi a dúla. Kérem a fogalmat. Szülés körüli segítő, asszonytársi segítő. Tehát aki... Ez olyan szépen hangzik, ez az asszonytársi segítő, igen? Igen. És tehát ebben a riportban egy kismama mesélt arról, hogy ő úgy hozta világra a gyermekét, hogy egy dúla volt mellette, és hogy ez mekkora segítséget jelentett, milyen fantasztikus lett így a szülésélménye, meg milyen támogatottságot élt meg végig, és akkor kezdtem én ennek utána nézni, és azt éreztem, hogy nekem is szükségem. Tehát azt tudtam, hogy szeretném, a férjem is bent lenne, és első perctől kezdve úgy készültünk, hogy ő is ott lesz velem. De valahogy azt éreztem, hogy nagyon jó lenne, ha egy ilyen
igazi asszonytársi segítő ott lehetne velem, aki úgy tudja a nőként, hogy egy nőt hogyan kell támogatni, és hogy hogyan, mi esik jól. Melyik kórházban szültél? Az István kórházban szültem. Hogyan fogadták ott azt? Mert azért amennyire én tudom, majd erről nyilván beszélgetünk, hogy minden kórház másképpen és másképpen áll hozzá, ahhoz, hogy a dúlák részt vegyenek a szülés folyamatában. És hát azért nyilván azt is tegyük hozzá, hogy van egy olyan törvény, miszerint ugye a szülőnő, tehát a kismama egy darab embert hívhat be, nagykorút vihet be magával a szülőszobára, tehát nagyon sokszor választani kell az apuka meg a dúla között. Na most nálatok ez hogy volt? Igen, akkoriban ugye nekem a kislányom 10 évvel ezelőtt született, és akkoriban ez így nem jelentett problémát, tehát ott az István kórházban például ez nem volt probléma. Nekem a dúla abban is nagyon nagy segítség volt, mikor az első várandóságom volt, hogy egyáltalán hol szüljek, tehát hogy meg tudtam vele beszélni, hogy mik az én elképzeléseim, hogyan szeretnék szülni, és ő például nagyon nagy tapasztalattal rendelkezett, ismerte a Budapesten a kórházakat, orvosokat, tehát abban is tudott esetleg segítséget nyújtani, akkor ugye még lehetett orvost választani, meg szülésznőt választani, hogy igen, melyik irányba induljak el. Több orvost is adott, több szülésznőt is, és lehetőségem volt velük felvenni a kapcsolatot, és akkor így tudtam dönteni, hogy ki az, akivel én megtalálom a szimpátiát, és igazából ebben is egy nagyon nagy segítséget jelentett, mint első babát váró kismama, hogy húha, hova menjek szülni. Miért éppen emőkét választottad? Nekem őrök, tehát ő is szerepelt ebben a műsorban, ugye, ahol a dúlákról készült riportot megnéztem, és nekem ő rögtön szimpatikus volt. Tehát ahogy ő beszélt, meg így az egész kisugárzása, meg mindenáj, én rögtön azt éreztem, hogy őt el tudnám képzelni, hogy ebbe az intim élethelyzetbe bevonódjon, és azt éreztem, hogy így rá tudnám bízni magam. Úgyhogy nekem a legelső volt, hogy őt felhívtam, hogy egyáltalán van-e szabad kapacitása, és nagyon boldog voltam, amikor elvállalt, mert tehát élőben is ugyanígy a szimpátia az bebizonyosodott, és azóta is tart így a kapcsolatunk. Laci, nem volt neked nehéz, mert hát ugye nyilván te nem a szülőszobán találkoztatok először emőkével, hanem ez egy folyamat, igen, és több alkalommal jártatok, beszélgettetek, konzultáltatok. Nem volt az neked nehéz, hogy most beengedsz egy idegent az életetekbe? Nem, mert segítségnek fogtam fel, mert valójában az is volt, tehát hogy nyilván minden apa szeretné, hogy rendben, komplikációmentesen folyjon le a szülés. Nálunk egyébként a vége az nem annyira volt az, de majd erről beszélni, ott is óriási szerepe volt, hogy volt benne egy dúla, mert tulajdonképpen egyedül maradtam a gyerekkel, amíg Vikit elvitték egy műtétre még, és hogyha mondjuk ő nincs ott, akkor nem igazán tudtam volna, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy abban is azért ez nagyon nagy segítség volt az ilyen váratlan helyzetek kezelésében is. De visszatérve az eredeti kérdésre, nem merült bennem fel. Nyilván a szülés egy intim dolog, de jól tudom azt is, hogy ahogy Emőke is a saját élményei alapján elmondta, hát én nem, tehát így érzékelni sem tudom, vagy értelmezni sem tudok bizonyos jeleket, mondjuk egy szülőnőn, mivel nem vagyok szakember. Meg nem is szültél még. Meg nem is szültem még. És nem, bizonyos helyzeteket nem is tudtam volna kezelni, aha, tehát ebből a szempontból nekem egy óriási megnyugvás volt, hogy nem vagyok egyedül hagyva, meg aztán azért a szülőnő támogatásánál, a támogatásánál is azért nem feltétlenül biztos, hogy én pontosan tudom, hogy hol kell masszírozni, ahhoz, hogy jobb legyen neki a közérzete, mondjuk bajulás közben. Még hogyha egyébként külön megtanították volna, sem biztos, hogy ott abban a helyzetben tudom alkalmazni, miközben egy dúla rutinjával pedig picit kívülről figyelve, de mégis bevonódva a helyzetbe, azért az ilyenekben is sokkal jobban hogy nyilván a végén valami komplikáció felléphet, hogyha Vikit meg kellett műteni, és akkor te ott maradtál a babával. Igen. És akkor, ha nincs ott Emőke, mi történt volna, így, hogy itt volt Emőke? Hát így, azt nem tudom, mi történt volna nélkül, mert ugye volt, eléggé hosszan elhúzódott a bajulás. Mennyi ideig voltál is együtt a babával? Hát egy olyan órát, ugye, vagy olyan óra, hogy volt
És mit csináltál vele? Hát magamra vettem. De hogy bőrkontaktus volt, vagy pedig a, tehát, igen, nem, igen. Nem, a, nem a ruhára? De bőrkontaktussal, aha, igen, aha. Igen, igen. Úgyhogy ez történt, hogy annék, amúgy mi történt, nem tudom, hát most biztos a szülőnő mondott, szülésznő mondott volna valamit, ha akkor abban a helyzetben, bár igen, ő is ott volt a végéig, de... Uh-huh. De azért mégis egy biztos pont volt, hogy emőke tudta, bocsánat, hogy igen. Kiegészítésképpen azt látom, más ilyen helyzetekben is voltam, például amikor császármetszéssel születik meg egy kisbaba, hogy ma már megkapják az édesapák tényleg a bőr-bőr kontaktusba kisbabát, viszont nehéz úgy kapcsolódni teljes szívvel és odafigyeléssel a babájuk felé, hogy közben aggódnak a párjukért, uh-huh. akivel éppen valamilyen műtéti eljárás zajlik. Tehát nyilván segíteni ezt a kapcsolódást, információkat hozni, megnyugtatni adott esetben, hogyha szükséges, akkor a babát átvenni, vagy például az is egy nagyon nagy jelentőséggel szokott bírni a párok életében utólag, hogyha arról az időszakról, amiből az édesanyja kimarad, van ott valaki, akinek van arra kapacitása, uh-huh. figyelme, hogy fotókat vagy, uh-huh. vagy videót készít, hiszen ebből az első órák, első meghitt percek együttlétéből az anya az állapota miatt, vagy a helyzete miatt kikerül. Mi történt veled, Viki, egyébként? Miért kellett megműteni? A szülés után, tehát a szülésig minden rendben volt, hanem a méhlepény nem vált le, és amiatt kellett ugye elvinni, vártak egy ideig, de aztán gondolom elérkezett az a pont, amikor be kellett avatkozni, és akkor ugye Laci egyedül maradt a babával. Én úgy emlékszem, hogy a szülésznő is elkísért, vagy jött velem a műtőbe, tehát igazából Laci egyedül maradt volna ott a kisbabával, és tehát ő is úgy meg volt ijedve, hogy mi történik, először igen. fog egy új szülöttel, igen. tehát hogy ott szerintem nagyon nagy segítség hát, volt neki. Volna egyébként, vagy elvitte volna valaki a babát, és volna. Akkor így emőke rögtön tudott segíteni, hogy vegye le a pólót, tegye oda a babát, úgyhogy ott is nagy segítség volt, hogy ő maradt. Tehát nyilván jobb volt a babának, hogy nem egyedül kellett szegényként lenni, vagy éppen húzták, vonták, nyúzták, öltöztették, nem tudom, mit csináltak vele ehelyett. Igen, ott igen. volt édesapának a melkasán, hát az nem, igen, nyilván neki sem ott ugyanaz. Igen. Egyébként ugye elkezdtünk beszélgetni arról, hogy a kórházakban hogyan fogadják a dúlákat. Ma már egy kicsit bonyolultabb a helyzet, azt hiszem, mint 10 évvel ezelőtt, amikor Viki szült. Előfordult veled emőke, hogy elindultál a szülőszobára az apukával, és azt mondták neked, hogy na most akkor viszontlátásra? Hát abban az időben, amikor választható volt még az orvos és a szülésznő is, akkor például ez egy nagyon fontos lépés volt a bizalomépítésben, hogy a várandóság idején egyszer elkísértem a szülőpárt is az általuk választott orvoshoz és szülésznőhöz. Ez már és nincs, tulajdonképpen, tehát ez, igen, ez tulajdonképpen felejtős. Megalakult egy olyan támogatói kör, amiben tudtuk, hogy majd lehet, hogy az éjszaka közepén együtt fogunk találkozni, lehetett tisztázni, hogy kinek mi lesz a feladata, és föl tudták tenni az esetleges kérdéseiket. Voltak együttműködési megállapodásaink kórházakkal, amiben az adott osztályvezető főorvos átlátva, hogy ez milyen kiegészítő az ő munkájukat, kiegészítő lelki. Hát több kórház, hát például ahol a Viki szült, az István kórházban, igen, ahol nagyon-nagyon jó együttműködött, szinte voltak olyan évek, amikor majd, hogy nem hazajártam oda, ide is, a Szent Imre kórházba is, nagyon sok szülést kísértünk. Baba-barát, családbarát, szemléletet dolgozó osztályvezetők, és ezáltal ugye a velük dolgozó kollégák nyitottabbak voltak. Most nem így van, sőt, egyre inkább zárnak a kórházak és a szülészetek is, és nagyon nehéz helyzetbe kerültek ezáltal a szülőnők, mert nem csak azt a bizalmi szemét veszítették el, akit megtaláltak régebben a fogadott orvos vagy a fogadott szülésznő személyében, hanem most a támogató, érzelmi támogató, biztonságot jelenthető szemét is
kívül szeretnék tartani nagyon sok helyen, illetve egy olyan kényszerű választás elé akarják állítani a párokat, amelyben eldöntendő hogy kérdés, az apa vagy a dúla. Hogy az apa vagy a dúla. Miközben ez egy nagyon fontos dolog, talán át is jött már abból, amit beszéltünk meg, amit a Laci a saját élményeiből is megosztott, hogy az apa nem kísérő, ő egy szülő, érzelmileg bevonódott résztvevője ennek a családi eseménynek, és ezért számára is segítséget jelentene valaki, aki megszakítás nélkül, más adminisztratív és egyéb feladatok nélkül, más szülőnőre való odafigyelés nélkül tud egy olyan párt támogatni, akivel a kapcsolata már hónapok óta mélyül. Hozzáteszem, hogy nem csak a szülésről és a szülés utáni időszakról szólnak ezek az együtt töltött beszélgetések, hanem abszolút megismerem adott esetben, vagy megismeri minden dúlatársam ezeknek a pároknak az élethelyzetét, a lelki állapotát, az anyának az esetleges félelmeit, szorongásait. Mert hogy azok vannak. A fájdalommal való megküzdési stratégiáit, tehát nagyon személyre szabottan tudnánk segíteni, és szeretnénk segíteni, arról nem is beszélve, hogy a mai rendkívüli nagy leterheltségben és egészségügyi szakember hiányban, nem egészségügyi feladatokat ellátva, de nyilván egy értő figyelemmel és szemmel ki tudnánk őket is segíteni, nem csak a párokat. Emőke, mi lehet az oka, most hangosan gondolkodom annak, hogy a kórházak számára, miközben ugye mondod, hogy nagy a terhelésük, és miközben ti effektíve tudtok segíteni, hiszen nem egy mutattál nekem idézeteket, ahol szülésznők is elmondják, hogy de jó, hogy ott egy dúla, mert hogy neki csak két keze van, és ő segít a dúla ebben, abban, amabban. Hogy ti azért beláttok a kulisszák mögé azt, hogy egy hierarchikus rendben hogy működik egy kórházi osztály, hogy milyen az orvos-szülésznő kapcsolat, hogy milyen az orvos-beteg kapcsolat, egy csomó adminisztratív kérdésbe. Tehát nagyon könnyen lehet, hogy olyasmit láttok, amit ebben az űrös helyzetben nem szeretnék, hogyha ti látnátok. Hogyha egy külső ember látna, akinek amúgy van köze az egészségügyhöz. Hát azt gondolom, hogy sajnos az, amilyen nehézségekkel küzd ma az egészségügy, az egyébként nem csak a szülészeteken látszik, tehát a privát életemben is most sajnos volt módon megtapasztalni az elmúlt néhány évben, hogy aki látogatóként vagy hozzátartozóként vagy rokonként, ott ápolóként ott marad, mert én ezt megértem, hogy kénytelen voltam ott maradni családtagom mellett, mert annyira nem volt, aki egyébként ellássa. Mi látjuk, igen, látjuk ezt, hogy nagyon komoly szakemberhiány van, illetve az a nagyon nehezített pálya, hogy aki viszont ott van, ők olyan mértékig leterheltek, hogy rendkívül nagy mértékű a kiégés. Ettől eltekintve, vagy pont ezért, igazán azt gondolom, hogy egy jó segítőként vehetnénk részt ebben a munkában, ebben a team munkában. És egyébként, amit kérdezel, arra még az a válasz jutott eszembe, hogy a COVID előtt is elindult már az a jelenség, hogy így szeretnének minket eltávolítani. És ennek én sokáig kerestem az okát, azt látom, hogy ami igazából nehéz, az nem is az, hogy a dúla mit viszel, hanem az internetnek a berobbanása, az, hogy az anyák egymással az interneten is kommunikálnak. Ennek vannak persze jó és kevésbé jó részei, akkor is, hogyha egymást támogatják, de az tény és való, hogy ma már a szülés élménye, vagy az ellátás minősége, vagy az, hogy hogyan kommunikáltak velük, vagy milyen bánásmódban részesültek, ez kikerül. Nem azért, mert nem csak azért, mert a dúla viszi ki, vagy nem elsősorban a dúla viszi ki, hanem azért, mert az anyák el tudják mesélni. Tehát régebben az élményeiket maximum a játszótéren osztották meg néhány anyatárssal, most pedig kiteszik jó is, és rossz tapasztalataikat is. De hát én régebben is ezt tapasztaltam, hogy ahol nem volt takargatni valója az orvosnak, a szülésznőnek, mert nagyon olyan volt a munkája, aminek a hírét jó volt elvinni, ott ez soha nem volt probléma. Viki, abból, amit elmondtatok végül is, te is, meg Laci is, meg Emőke is,
Az én számomra az egyértelműen kiderül, és azt gondolom, hogy te ezt egy másik aspektusból is meg tudod erősíteni, mert hogy az előzetes beszélgetés alkalmával kiderült, hogy te nem csak egy olyan anyuka vagy, akinek van két gyereke, akik dúla segítségével jöttek a világra, hanem te meg ad is dúla lettél menet közben, tehát hogy annyira megtetszett neked, azt gondolom, ez a történet, hogy a dúla az semmiképpen nem az egészségügyi személyzet tagja, és ő nem egészségügyi szakmai jártassággal bír, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, hanem sokkal inkább abban a módosult tudatállapotban, amiben az anyuka kerül, miközben a gyermekét próbálja a világra hozni, és miközben amúgy átéli azt a csodát, amit átél, hogy ebben egy lelki támasz legyen, amire pont egy ilyen egészségügyi rendszerben, ahol nincsen szó meg kéz arra, hogy téged megnyugtassanak, és hogy szépen beszéljenek veled, én is tudok rémtörténeteket mondani, hogy a szülőnővel milyen stílusban és hogyan itt-ott-ott beszélnek. Tehát, hogy ennek az ellensúlyozásában, hogy a szülés tényleg egy csoda legyen. Tehát, hogy a számomra valami ilyesmi ez a dúla. Abszolút, abszolút. Én is szerintem... Abban az időben, amikor én szültem, ugye akkor még ráadásul választott orvos és választott szülésznő is volt, akivel szintén volt egy kapcsolat, mert járt az ember ugye a vizsgálatokra, meg az ellenőrzésekre, de mégis már akkor is nagyon nagy segítség volt az emőke, meg a dúla támogatása, hiszen az orvosnál ugye általában a leletekkel, a baba paraméterekkel, anya eredményeivel voltunk elfoglalva, de a lelki beszélgetések, meg az igazi kapcsolódás az a dúlával történt meg, tehát az orvosi rendelőben erre akkor sem volt már természetesen idő, és igazából a dúla volt az, akinek el tudtam mesélni az esetleges félelmeimet, azokat, hogy mik azok a dolgok, amiből például én erőt tudok meríteni, és ezeket ő nagyon, nagyon szépen megjegyezte, felírta biztos, hogy nem tudom, de hogy a szülés bizonyos pontjaiban mindig elő tudta venni, és olyan motivációkat tudott adni, olyan kis félmondatokat, amiből az ember úgy tudott meríteni, úgyhogy igazából ez a mély megismerés, ez a dúlával volt. Manapság meg most már az sincs meg, ugye, hogy egy választott orvos és választott szülésznő van, tehát most még nagyobb jelentősége lenne a szülőpároknak, hogy lehetne mellettük egy dúla, akivel... Tehát gyakorlatilag tök ismeretlenekhez kerülsz. Teljesen. Az életed egyik legintimebb pillanatában. Abszolút, tehát hogy még abban az esetben is nagyon nagy segítség volt, mikor az orvos meg a szülésznőt végig tudtam, most aztán most meg végképp. Aztán. Igen. Egyébként találtam valami nagyon érdekeset, majd elkezdtem böngészni az interneten ezt a dúla dolgot, és akkor mindjárt megkeresem és mondom nektek. Igen, szerintem ez tök izgalmas, emőkének meg nyilván szakmai lesz, amit én most elkezdek olvasni, hogy tudnélik készült egy tanulmány 2021-ben, hogy mi az a bizonyos dúla hatás, és 11 meta-analízis alapján állították ezt össze. Nyilvánvalóan szakemberek, és ezt most teljesen szándékosan idézem. A dúla által kísért szülések esetén az összes császármetszés aránya 45%-kal, a vajudás hossza 25%-kal, az oxitocin használata 50%-kal, a fájdalomcsillapító gyógyszerek iránti igény 31%-kal, a fogós szülésbefejezések szükségessége 34%-kal, az epidurális érzéstelenítés iránti kérések száma pedig 10-20%-kal csökkent. Én azt gondolom, hogy ha most esetleg szakemberek néznek bennünket, akkor ezek a számok kifejezetten nekik szólnak, ha van ellenérzésük azzal kapcsolatban, hogy mit keres, vagy mit akar a dúla, ugyanis az, hogy ezek a számok, ezek csökkennek a dúla hatására, az szerintem fantasztikusan nagy dolog minden szempontból, és még ráadásul költségkímélő is az egészségügy számára, a mamáról meg a gyerekről nem beszélve. És igazából emögött, a számok mögött, hogy nagyon egyszerű összefüggések vannak, hiszen hogyha egy nő, illetve az őt kísérő párja jól vannak támogatva, biztonságban érzik magukat, akkor ha kevesebb a félelem, akkor kevesebb bennük a feszültség, és hogyha kevesebb a félelem és a feszültség egy nőben, akkor jobban éli meg a fájdalmat is, nyilván elengedettebb tud lenni, és hogyha elengedettebb tud lenni, akkor könnyebben el tudja engedni a babáját. Tehát valójában a társas támasz, a megszakítás nélküli társas támasz a kulcs.
gyakorlatilag ingyen van. Tehát, hogyha van is egy ilyen mondás, hogy hogyha dúla gyógyszer lenne, akkor hiba lenne nem felírni. Tehát, hogy igazából, és ez az, ami miatt nagyon fontos, hogy ne vagylagossá tegyék az apa vagy a dúla jelenlétét, mert egy jól támogatott apa, aki maga is biztonságban érzi magát, és nem kell kifelé figyelnie, meg nem szorong, ő az, aki jól tudja támogatni a párját, és valójában az oxitocin nevű hormon, ami a szülésben a mély összehúzódásokat okozza, azt nem véletlenül hívják love hormonnak is, mert a szerelem idején emelkedik még nagyon magas szintre az emberi testben, tehát nyilván, hogyha ők ezt egy családi eseményként egymás felé fordulva tudják megélni, akkor minden jobban halad, és emiatt van aztán kevesebb beavatkozásra szükség. Szóval a lényeg ebben a megszakítás nélküli társas támasz és a pozitív, bátorító, megerősítő támogatás. Laci, neked egyértelmű volt, hogy az első gyerek születése után a második gyereket is dúla segítségével szeretnétek a világra hozni, és ugyanebben a felállásban, hogy akkor ott van apuka, anyuka, meg a dúla emőke. Igen, abszolút, persze. Igen, még annyit, hogy hadd tegyek hozzá az előző témához, hogy a dúlaság intézmények és a lelki támogatás intézmények, vagy az, hogy ilyen nyugodt viszonyok alakulhassanak ki a szülőszobában, azért, hogyha ezt tovább gondoljuk, ennek lenne jelentősége abban is, hogy ugye itt a népességpolitikai célokat megtámogassák, hiszen ugye, hát ti jobban tudjátok ugye a nőkörökben, hogy nagyon sok nő egyszerűen azért nem szül, mert fél. És azért nem vállal mondjuk második vagy harmadik gyereket, mert olyan szörnyű élménye volt az elsőnél. És hát ki tudja, hogy hány száz, vagy hány ezer meg nem született gyerek van, csak emiatt, mert egyszerűen nem vállalja. De hogyha egyébként olyan feltételek lennének, vagy olyat lehetne teremteni, vagy egyébként lenne olyan opció, hogy ezen segítsenek, akkor lenne szerintem kimutatható számban több gyerek, aki megszületik, vagy egyáltalán terveznek. Mert az egy dolog, hogy ugye itt a népességpolitikai intézkedésekben milyen támogatások vannak hozzátéve, meg milyen könnyítések, de ugye van egy lelki aspektus, és pont ez az, amiben a dulaság tudna segíteni. Az az én számomra evidens, hogy ti az apás szülés hívei vagytok mindenféleképpen, tehát hogy az anyuka esetünkben Viki ne egyedül birkózzon meg ezzel a feladattal, hanem a másik fél is legyen ott, akinek köze van a történethez. De az is egyértelmű, hogy te mondjuk a férfi vagy az apatársaidnak azt tanácsolod, vagy azt üzened, vagy azt mondanád, legyen ez feltételes mód, hogy uraim, hát érdemes foglalkozni a dúlával? Hát ha kérdeznek, akkor azt elmondom, persze, de az férfi körökben azért ez nem szokott preferencia lenni, ha tapasztalataim egyáltalán szerint. Egyáltalán szoktatok? Tehát ez a nagy kérdés az, hogy a feleségnek, a szülőpárnak milyen hatása van a férje, tehát azért nem hiszem, hogy... Figyelj már, de most a kocsmában ez a téma, hogy... Na, ezt akartam mondani, hogy mindegy, nem a kocsmában, hanem ahol a haverokkal sportolunk, a focizókkal, ha nem tudom, mit csinálunk együtt. Igen. Hogy ott egyáltalán a szülés például, mint téma, meg ezek a dolgok közöttetek, pasik között előkerülnek? Hát én a nagyobb társaságban nem nagyon szokott. Hogyha mondjuk kette-hárman leülünk, akkor nyilván az élethelyzethez kapcsolódóan, de mondjuk 5 évvel a gyerek születése után már nyilván nem a szülés élményről beszélget. Inkább ez a friss beszámolók keretében szokott lenni. Nem nagyon találkoztam még olyannal, hogy mondjuk megkérdezzen engem egy barátom, hogy most készülnek szülésre, mit tanácsolok. Hogy mit tanácsolsz? Nem annyira jellemző, hogy ez téma. Ez szerintem a tapasztalataim szerint ezt azért a feleségek, az anyák szokták leszervezni, és akkor a fér vagy támogatja, vagy pedig nem. Ugye sok minden nem múlik nyilván. Egy hozzáállás kérdése is, egy intellektus kérdése is szerintem, érzelmi intelligencia kérdés és nyilván anyagi kérdés is, bár most talán kevésbé, hogy ugye a fogadott orvos és fogadott szülésznő úgymond költségei, meg a hálapénz is megszűnt. Igen, tehát ugye ezek a költségek kiestek a rendszerből, a dulai szolgáltatásnak pedig nyilván ára van,
Régebben ez ilyen szempontból nagyobb dilemma volt, hogy be tudják-e vállalni, de ilyen szempontból most már a költségek jelentősen csökkentek. Csak annyival hagy egészítsem ki, hogy nekem volt többször ilyen nagyon érdekes megélésem azzal kapcsolatosan, hogy jött hozzám egy pár, és ahogy a Laci is mondja, elsősorban a nők választanak, vagy a nőkben fogalmazódik meg először ez az igény, és ők többször tapasztaltam ezt, hogy a férfi eleinte nem érti, aztán bevonódik, már a felkészülés alatt is kap olyan információkat, ami az ő biztonságérzetét megerősíti, és amikor ott voltam a szülésnél, akkor utána átöleltek, és azt mondták, hogy a legnagyobb hírvivői lesznek, amelyet dúla nélkül nem lehet szülni, mondják a férfiak, de ez arról szól tényleg, hogy van valaki a térben, ott marad a szülőszobán végig, aki az ő kérdéseikre, vagy az ő érzéseikre is reflektál. És ez sokszor nem feltétlenül arról szól, hogy hiszen egyébként orvosilag nem is mi informáljuk a orvosi kérdésekben az apákat, de egy bátorító mosoly, vagy egy fejbólintás, amivel megerősítem az apát, hogy minden rendben van, és ennek ilyen az ereje, és ilyen a dinamikája, az rendkívül sokat jelent abban, hogy utána jól tudjon ott maradni. Úgyhogy nekem vannak ilyen élményeim, hogy nagyobb hírvivőim aztán az apák, mint a nők, mert a nők bent voltak a vajudásban, sokszor nem is emlékeznek arra, hogy kaptak-e borogatást, vagy masszírozást, vagy jó szót, hanem nyilván érzékelik, de nem marad meg emlékként, és a férfiak viszont nagyon hálásan szoktak erre így visszaemlékezni. Emőke, mennyi ideig tartott a leghosszabb vajudás, amin részt vettél? Mert ugye bemész, és ott maradsz végig. Igen, hát ez azért is nagyon izgalmas kérdés, mert hogy mit hagy az egészségügy, szóval, hogy nyilván vannak olyan protokollok, ahol adott időtartam alatt meg kell, hogy szüljön egy nő, és hogyha nem halad a folyamat, akkor ezt megtámogatják valamilyen módon. Még abban az időben, amikor ez nem feltétlenül volt így, akkor az egyik ilyen kórházi élményem az volt, amikor pénteken késő éjszaka mentünk be, és a kisbaba hétfő hajnalba született meg. Jézus, azért ezt nem úgy kell persze elképzelni, hogy egy végig egy aktív vajudás volt, de én azt az időt töltöttem az anya mellett, az egészen korai kezdeti vajudási időszaktól, mert nem valamilyen oka volt, ami miatt nem engedték őt haza már, de nem hagytam magára. Igen, nem hagytam magára, nem helyezték ki osztályra, hanem a szülőszobán maradtunk, és akkor ez egy ilyen eléggé elhúzódó volt, úgyhogy azóta tanítom is mindig a dulatársaknak a tréningeken, hogy jó sok élelemmel készüljenek maguknak is. Tehát akkor neked is van csomagod ugyanúgy, mint a kismamának. Így van, sőt a mai időkben azt szoktam mondani, hogy éppen amiatt, mert hogy nagyon fáradtak az egészségügyisek, ezért mindig arra bátorítom őket, hogy nekik is, tehát a szülésznőnek és az orvosnak is készítsenek egy szendvicset, vagy egy italt, vagy egy termoszba egy kis kávét. Szóval a dúla igazából mindenki felé szívesen nyújt egy kis érzelmi és fizikai támogatást. Viki, neked vannak már dúla élményeid? Tehát, hogy gyakorlod, vagy csak elvégezted? Igen. Hát én a második gyermekem születése után tértem erre az útra. Elvégeztem a dúla képzést, és volt is már kísérésem, és nekem is például nagyon emlékezetes maradt az édesapának a hozzáállása, meg az öröme abban, hogy elvállalta, meg elkísértem őket, mert ő nagyon, nagyon félt így a kórházi helyzetben, és mai napig, ha találkozom velük, ő mindig így átölel, és azt mondta, hogy neki ez egy akkora segítség volt, hogy én úgy tudtam támogatni az ő párját, mert ő tudta, hogy ő önmagát se képes ott összerakni, mert nagyon tartott az egésztől, hogy ez nekem is egy ilyen szívmelengető élmény, hogy az volt már elmúlt egy éves a kisbaba, de mai napig akár hányszor találkozunk, ez így följön. És úgyhogy nekem is volt ilyen élmény már, és egy szerintem nagyon-nagyon feltöltő dolog ez.
hogy így tudom segíteni. Ugye a baba az nem, egyáltalán nincsen tekintettel a ti bioritmusotokra, tehát ő akkor jön, amikor úgy érzi, hogy neki jönni kell, és ez nyilván lehet éjszaka is. Tehát akkor az azt jelenti, hogy téged mondjuk emőke felhívnak éjszaka, és akkor te azt mondod, hogy igen, boldogan mosolyogva jövök. Így van, erre készülünk. Ez nyilván jár egy sor lemondással, illetve nagyon fontos az, hogy milyen a háttérországunk, mint hogy a saját családunk, életedből. Így van. A saját családi életünk mit tesz lehetővé, mennyi kísérést, milyen vállalásokat. De valóban ez így van, hogy gyakorlatilag a 37. héttől a 41. hétig bármikor előfordulhat, hogy megcsörren a telefon, és akkor nekünk egy olyan készenlétben kell állnunk, amiben mentálisan is, fizikailag is, és minden szempontból rendben vagyunk, és el tudunk indulni. Természetesen erről előzetesen egyeztetünk, hogy az első hívástól számított mennyi időn belül tudunk az anya rendelkezésére állni. És van, hogy otthon kezdjük meg a vajudás támogatást, hogyha valakinek már a legelső gyanús jelnél ez segítséget jelent, és együtt érkezünk meg aztán a kórházba, a adott esetben nyilván, amikor kórházi szülésről van szó. Úgyhogy igen, jár lemondással is nyilván, én 22 évig a színházban mindig az egyes széken ültem. Hogyha menni kell, akkor. Ha menni kell, akkor igen. Úgyhogy azokon a hónapokban, amikor nem vállaltam szüléskísérést, akkor például ez egy ilyen nagy élmény volt, hogy akkor be tudok inni, esetleg egy szilveszteri kocintáson, vagy. Tehát jár ilyen fajta lemondásokkal is, viszont az a bizalom, amit megtapasztalunk ebben az időszakban, amíg egy párt elkísérünk a szülővé válás folyamatában, hiszen, és talán erről még nem is volt szó, hogy nem is ott zárul le a mi kapcsolatunk, amikor megszületik a kisbaba, hanem a gyermekágyas hetekben, vagy akár attól túl abban is, hogyha van kérdése a párnak, a családnak, a családdá válással, a gyermekneveléssel kapcsolatosan, akkor vissza-vissza hívnak. Hát engem ez vitt abba az irányba egyébként, tehát hogy annyira bizalmi kapcsolat tud kialakulni egy párral, hogy ők aztán évekkel később is fordultak hozzám, és emiatt mentem a pár és családterápia irányába el, hogy még komplexebben tudjam segíteni ezeket a párokat. Szóval azt hiszem, hogy nem is forintálisan van igazából kifizetve az, amit mi vállalunk, hanem ez egy felbecsülhetetlen kincs, amikor egy számomra ismeretlen pár, mint amilyen a Vikék is voltak, egyszer csak egy telefonhívás után odaadja úgy a bizalmát az első személyes találkozón, hogy ebben nagyon-nagyon intim családi életeseménybe gyakorlatilag meghívást kapunk. Laci, ti mennyi ideig vettétek igénybe emőkét, hogy így fogalmazzak, az első gyerek után, és mennyi ideig, mert ugye beszéltünk arról, hogy egy folyamat és nincs vége a szüléssel, hanem utána ebben a bizonyos gyermekágyi állapotban is kapcsolatban marad a szülőkkel. Hát a szülés előtt már nem emlékszem hány hónappal, ugye amikor először találkoztunk. 7 hónap. Mennyi? Egy 7 hónap, tehát a szülés előtt ugye én körülbelül második, harmadik hónapban járhattam, és onnantól kezdve végig, igen, tehát általában havi egyszer találkoztunk. Tehát akkor már a várandóság alatt is. Végig, és akkor a vége fele, ahogy közeledtünk a szüléshez, meg már egyre több kérdésem volt, egyre többször jól esett vele találkozni, átbeszélni a dolgokat, akár csak az, hogy a leleteket, meg a hangolódást, és utána a gyermekágyban is meglátogatott minket emőke, ott például a szoptatásban tudott segíteni, meg nekünk nagyon nehezen aludt a baba, akkor ott is jó támogatás volt, hogy nem vagyunk egyedül, mert hogy van más ilyen kismama is, úgyhogy utána is még azért többször, ha nem is személyesen, de telefonon tartottuk a kapcsolatot, aztán utána jött a második baba, és akkor folytattuk. És akkor újból kezdtétek az egészet. Akkor újra kezdtük egészet, igen. Emőke, beszéltünk arról, hogy hogyan fogadja a magyar egészség ugye a túlákat, és hogy hát azért ez egy nehezített pálya. És ugye van olyan kórház, és ugye itt nyilván miután nincs egységes szakmai protokoll, ezt a kórházak, annyira én tudom, most magunk döntik el, hogy például az Zsuzsoki esetében egy kismama írta egy petíciót, és a kikeresem, mert ez is rendkívül szimpatikus volt, ha megtalálom,
hogy kikerült az Uzsoki portáljára a következő. Az Uzsoki tehát saját szabályzata alapján változtatott. Az utóbbi időben a szüléssel összefüggő kapcsolattartás társadalmi elvárásai megváltoztak, ezért a vezetőség úgy döntött, hogy engedélyezi a vajudás és a szülés alatt a szülőnő által megjelölt nagykorú kísérő jelenléte mellett a dúla egyidejű részvételét is. Tehát ott mehet az apuka is, meg mehet a dúla is. Amennyire én tudom, azért ma a többi kórházban ez nem pont így van, de ennek a hatására, és nem tudom, hogy ezekről a friss hírekről tudsz-e, a debreceni meg a délpesti kórházban is petíciókat írtak. Tudod, hogy ott mi történt? Az István kórházban is, meg egyre több helyen. Igen, azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy a szülők fogalmazzák meg ezt az igényüket, mert azzal kapcsolatosan is van egy tévhit néha, hogy azt hiszik, hogy mi nyomulunk oda, mi akarunk ott szolgáltatni, fűnek, fának, ha akarják, hanem nem, ez egy szülői igény, ő bennük nő egyre inkább az a vágy, hogy tényleg legyen mellettük valaki, akiben megbízhatnak, és ezt a folytonos támogatást tudja nyújtani. És aki semmi más nem csinál, csak rájuk hát figyel. Igen, és az, ami nagyon fontos volt még ebben az idézetben, az, hogy ez az osztályvezető főorvos hatáskörében meghozott döntés. Tehát én most felkerestem levélben az ország valamennyi szülészeti osztályvezető főorvosát, személyes találkozót kérve, pontosan azért, hogy az együttműködés feltételeit meg tudjuk beszélni. Kaptál személyes találkozót? Hát személyes találkozót 2-től kaptam. Az egyik egy nagyon dúla ellenes orvos volt, aki ki is tartott emellett, de leült velem beszélgetni, hát, és az majdnem is egy három eredmény, órát hogy leült beszélgettünk, veled igen, és ő maradt a dúla ellenes nézőpontjánál. A másik pedig együttműködési megállapodást írt velem ott a helyszínen alá. Tehát föl tudtak tenni a kérdéseit, uh-huh. De már eleve úgy fogadott, hogy nekünk szükségünk van önökre. Uh-huh. És én ennek vagyok a híve. Fokos fordulatok. Igen, 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 és nagyon sok mindenki pedig semmit nem válaszol, uh-huh. És azt gondolom, hogy várnak valamire, vagy a szülők oldaláról petíciókra, vagy valamilyen más utasításra, hogy mit kezdjenek ezzel a helyzettel. Én üdvözlöm azt, hogy a szülők egyre többen hangot adnak annak, hogy számukra nagyon fontos, hogy ebben a nagyon intenzív érzelmi és fizikai helyzetben, amit egy szülés vajudás jelent, legyen mellettük egy biztos támasz. És hát ez nem pénzkérdés. Igazából tisztán látszik, hogy azoknál a kórházaknál, ahol elindultak ezek az együttműködési megállapodások régebben is, kölcsönös párbeszéddel, állandó egyeztetéssel, jó esetmegbeszélésekkel, ezek gond nélkül mennek, és valóban belátták, hogy számukra is segítség. Egyébként neked ugye voltak, vagy hát ez nem volt szerencsés megfogalmazás, nektek volt kapcsolatotok különböző kórházakkal, és voltak olyan projektek, amiben ti szülészeti osztállyal együtt dolgoztok. És ezek miért haltak el emülket? Tehát, hogy ha egyszer valami működik, nem tudom, 6 hétig, hány hétig, te tudod, hogy hány hétig, akkor utána miért nem, és az eredmények jók, akkor miért nem lesz ebből valami? Hát nagyon nagy az ellenállás. Én szeretek nyíltan beszélni egyébként az orvosokkal is arról, hogy mik itt a konfliktuspontok. Az egyik és komoly nagy konfliktuspont az a pénz. Tehát nyilván ez még akkor is konfliktuspont volt, amikor egyébként volt fogadott orvos és fogadott szülésznő, mert akkor azt gondolták, egyébként nagyon tévesen, hogy a dúla lebeszéli az anyát arról, hogy fogadott orvos és fogadott szülésznő is legyen a szülésnél, holott nem volt érdeke a dúlának se lebeszélni. De hát te nem tudod őket helyettesíteni. Hát neked. Egyrészt nem tudom helyettesíteni, másrészt a dúlának sem mindegy, hogy egy támogatói tímben dolgozik-e, vagy pedig olyanokkal, akiknek ellenérzése van. Most különösen kiéleződött ez a helyzet, hogy az orvosok és a szülésznők elveszítették ezt a lehetőséget, hogy a szabad orvos és szülésznő választás miatt ők hozzájuthassanak a hálapénzhez, és ez még nagyobb ellenállást vált ki irányunkba. Tehát
nagy valószínűséggel ez is az okok között van. És hát amiről már beszéltünk... Nincs hálapénz már emléke. Nincs. Ez szerintem nem ér amit most mondtál. De akik nyíltan beszélnek róla, ők kifejezik azt a haragjukat, hogy lehet az, hogy van viszont egy valaki, aki kívülről jön, nincs kiégve, mosolyog, bejön a szüléshez, ő bejöhet a szüléshez, aha, ő. És ebben egyébként én azt a részét nagyon jól értem, hogy itt nem csak anyagi veszteséget szenvedtek el, hanem valós érzelmi veszteséget is. Tehát ők a szülésznőknek egy jelentős része nagyon szerette azt, vagy az orvosoknak is egy jelentős része szerette azt a munkát, amit csinált. Tehát szívből jött, szeretett ott lenni egy vajudó mellett. Hát a Vikiék szülésznője is egy ilyen volt, hogy együtt dolgoztunk, egymást segítettük ebben a folyamatban, és látható volt, hogy ő is örömmel érkezik meg a Vikiék szüléséhez. Tehát ők azért nyilván sokat... jobb az, hogyha ismeritek egymást. De hát most is ott van a szülésznő meg az orvos, csak éppen betolnak valakit, és azt se tudja, hogy ki fia borja. Hát és adott esetben egy szülőnő még könnyen kerülhet olyan helyzetbe is, hogy műszakváltás is van, és akkor még menet közben kell egy új orvost, vagy egy új az szülésznő igen. személyét megszokni. Tehát ezek biztos, hogy benne vannak, és hát nyilván az, amiről meg már beszéltünk, hogy hát nem tudjuk nem látni azokat a hiányosságokat, amik időnként előfordulnak, amiről nem az az adott szülésznő vagy az az adott orvos tehet feltétlenül, hanem a rendszer hiba. Viki, megyünk kifelé, mármint hogy a műsorból, és vészesen fogynak a perceink. Neked voltak olyan eseteid, nem tudom, mióta csinálod, mióta vagy dúla? Én nem régen kezdtem a dúlságot. Tehát akkor mostanában. Igen. Tehát akkor olyan kérdéseket még, ami a tapasztalatokra vonatkozik, kellő esetszám hiányában igen, ne tegyek fel. Igen. Jó, akkor maradjunk az érzelmi megközelítésnél, hogy miért fontos ez neked, személy szerint neked, és hogy tudod-e jó szívvel ajánlani minden kismamának? A dúlát? A dúlánkísérést? Hát én abszolút tudom, abszolút, és egyrészt azért, mert én megtapasztaltam, hogy mekkora nagy segítség volt, és én ezt azóta is mondom mindenkinek, tehát egyrészt az, hogy úgy eljutni a szülőszobára, hogy felkészülünk, mentálisan is, informáltságban is úgy megyünk oda a szülésre, hogy tudjuk, hogy mi fog velünk történni, milyen lehetőségek vannak azokban a helyzetekben, miket lehet választani. Ez szerintem egy kulcsfontosságú dolog, és ebben például egy dúla nagyon jól tud segíteni, hogy végigkíséri a várandóságon is megfelelő információkkal látja el a szülésznőt, vagy a szülőnőt, illetve ott az a kötődés, tehát ez amennyit mi adunk, annyit vissza is kapunk. És nekem is így a kismamákkal, akikkel kialakult a kapcsolat, fantasztikus érzés, hogy még mai napig is kapcsolódunk, ha egymásra írunk, örülnek, ha én érdeklődöm, és ugyanúgy, ha összefutunk az apukák, az anyukáktól ezt a visszajelzést kapom, tehát hogy ez ugyanúgy épít engem is, és ad nekem is, és a visszajelzésekből érzem én is, hogy én is adtam nekik ennyit, tehát hogy ez ilyen win-win kapcsolat. Laci, egy utolsó kérdés neked, fél perc mondjuk, hogy számodra mit jelent az, hogy dúla? Miért fontos? Egy nagyon fontos támogató a dúla, és szerintem ez az apáknak is fontos, mert azért a terhet is leveszi a vállukról, mert azért lássuk be, hogy a vajudó anyának is vannak elvárásai a párjával szemben, ami nem feltétlenül tud adott esetben úgy teljesíteni, ahogy egy módosult tudatállapotban akár a vajudó anyuka elvárná, és ebben egy óriási segítség, hogy mondjuk valaki jól megmasszírozza, nem csak amatőr módon a vajudó anyukát. Tehát én egy nagyon fontos támogatónak, lelki támogatónak tekintem a dúlát, akinek a jelenléte megnyugtat és biztonságot ad. Tehát te egy dúlapárti apuka, megmaradjunk ennyiben. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak. Viszontlátásra, találkozunk egy hét múlva.
Békirály Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.